Köszöntöm a Napszemle nézőit, azonnal kezdünk, de előbb lássuk, melyek a fontosabb témák ma. Hazugságnak minősítette Árus Zsolt a gyergyószéki eszenti elnökének a szombati tüntetésen elhangzott szavait Bajkó László. Vállalkozók, a megyei tanács képviselői, pedagógusok egyeztettek a szakoktatást érintő tennivalókról. Bemutatták a Székelyföldi Grafikai Biennálé negyedik kiadásának kiírását. Nagy arányú győzelmet aratott a Progim, de a Sztyava is szerzett pontokat a sportklubbal szemben. Hazugságnak minősítette Árus Zsolt a gyergyószéki eszenti elnökének a szombati tüntetésen elhangzott szavait Bajkó László önkormányzati képviselő. A városatja a Napszemlében kívánt replikázni az elhangzottakra. A bejelentett köztéri rendezvényeket minden alkalommal véleményeznie kell egy bizottságnak, amelynek helyi képviselők, illetve a rendfenntartó egységek képviselői is tagjai. Így történt ez a múlt szombati tiltakozó megmozdulás kapcsán is. A rendezvényen Árus Zsolt említette, hogy a bizottságban többen is aggódtak a rendezvény miatt. A hétfői Napszemlében is bejátszott beszédre kívánt replikázni Bajkó László helyi képviselő. Nyilatkozatát teljes egészében közzétesszük. Úgy, mint a polgárőrség vezetője, nem fejeztem ki álláspontomot, mint Gyergyószék Miklós városi tanácsos és a rendezvény jóváhagyó bizottság tagja, az eszenti által letett kérésben megfogalmazott pontokra tettem fel kérdést Árus Zsolt úrnak, olyan két tételben, amit ő konkrétan leírt, és egyáltalán nem agályoskodtam, mert nincs amire agályoskodni. Én ismerem a Gyergyószék Miklósi emberek fegyelmi szintjét, és meggyőződésem volt akkor is, hogy ezen a rendezvényen különösebb problémák nem történhetnek. Ezzel ellentétben Árus Zsolt ezen a rendezvényen azt állította, hogy a Gyergyószék Miklósi Véleményőző Bizottság két tagja nem értett egyet a rendezvénnyel. Tehát azt szeretném elmondani, hogy ez az állítás, ez hamis, és egyszerűen, amit Árus Zsolt mondott, tehát hazugságnak minősítem, és pontosításként elmondom, hogy egy személy nem értett egyet a rendezvény céljával, úgymond a Gyergyószék Miklósi állami rendőrség vezetője, és ezt írásba, a jegyzőkönyvbe vételezték. Azok a pontok, amikre én feltettem a kérdést, az szakmai szempontból tettük fel a kérdést, úgy, mint a bizottság olyan tagja, aki figyelemmel kíséri ezeket a dolgokat, és semmi ilyen háttérszándék nem volt abban, hogy egyáltalán ezt a rendezvényt bármilyen szinten is én abból a pozícióból véleményezzem. Nem az én tisztem, hogy egy úgy, mint tanácsos, mint vélem, mint a bizottság tagja, hogy én eldöntsem, vagy véleményezzem, hogy milyen a célja egy rendezvénynek. Magánemberként teljesen másképp tevődik fel a kérdés, és itt Árus úr összemosta a polgárőrséget a tanácsosi státuszommal, és a polgárőrség nem az a szervezet, aki úgymond ilyen saját magától megjelenik rendezvényeken, hanem amennyiben felkérés kap, nagyon szívesen mindenhol, amit tudunk, segítünk. És volt eset, amikor Árus úr kéréssel fordult hozzánk, 14 emberrel biztosítottuk a rendezvényt, jelen pillanatban erre a rendezvényre segítséget nem kért, és úgy gondolom, hogy a feltételezései, hogy én mit kellene tegyek, hogy mit kellene felajánljak, azok nem helyén valóak, mert ezek a dolgok nem így működnek. Azok az emberek, akik polgárőrök, azok önkéntesen és szervezetten jelennek meg, ezeket a dolgokat meg kell szervezni, és nem ki kell találni, meg rá kell hangolódni. Úgyhogy ezután is bárkitől várjuk azokat az észrevételeket, amikor tudunk segíteni, és megkérem Árus Zsoltot, hogy viselkedjen felnőtt ember módjára, és ha kampányolni akar ellenem, vagy mellettem, vagy bárki ellen a városba, akkor választom más fegyvereket. Jogerősen pert vesztett a székely zászlót reklámzászlónak tekintő, és emiatt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra tetemes pénzbírságot kirúvó Marosvásárhelyi helyrendőrség, közölte honlapján a Maros megyei törvényszék. A törvényszék határozatában elfogadta az IMNT fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen, amelyben a bíróság megróvásra enyhítette a zászló kitűzése miatt kirót 30 ezer lejes bírságot, de nem vitatta a helyi rendőrség álláspontját, amely szerint a székely zászló reklámzászló. A jogerős ítélet szerint az EMNT megróvásban sem részesíthető a székely zászló kitűzése miatt. Kincses Előd a felperes EMNT ügyvédje
elmondta, a törvényszék ezúttal azt mondta ki, hogy a székely zászló nem tekinthető reklámzászlónak, és kitűzése nem ütközik a reklámtörvénybe. Gyárlátogatást tartottak és a szakoktatásról tárgyaltak múlt héten Gyergyószentmiklóson Hargita megye tanácsának szervezésében. A résztvevő helyi és megyei vezetők, iskolaigazgatók egy textilipari egységet látogattak meg, de a megbeszélés során a faipar szakterülete is terítékre került. A cél a szakoktatás helyzetének előremozdítása. Mint arról korábban beszámoltunk, több alkalommal került másor egyeztetésre városunkban a szakoktatás fejlesztésének témakörében. Volt már gazdasági konferencia, ahol felmerült a kérdés, illetve fórum keretében is beszélgettek a tennivalókról. A legutóbbi találkozón Hargita megye tanácsa, valamint a helyi önkormányzat képviselői vállalkozókkal, iskolaigazgatókkal tárgyaltak. A megyei tanács közleménye szerint a gyárlátogatáson a jelenlévők a munkakörülményekről tájékozódhattak, és megbeszélték a gyakorlati lehetőségeket. Az egyeztetésen pedig szóba került egy együttműködési protokoll megfogalmazása, amelyet a főtanfelügyelőség, helyi vállalkozói szervezetek, az iskolák, a helyi, valamint a megyei önkormányzat írna alá. A protokoll azt tartalmazná, hogy ki mivel támogatná, mit tud vállalni a minőségi szakoktatásért. Mint kiderült, a vállalkozói szervezetek is részt vállalnának abban, hogy gyárlátogatásokat szervezzenek, javaslatokat fogalmazzanak meg a tantervbe, lehetőséget biztosítsanak a diákoknak a szakmai gyakorlatra, illetve a diák munkára. A közleményben leszögezik, a Hargita megye tanácsa elkötelezett, hogy az iskolaigazgatók és a vállalkozók hasonló jellegű igényeit támogassa, ezért várják a megye minden részéről a kezdeményezéseket, megkereséseket. A megyei tanács célja, hogy minél több friss diplomást tudjon a szakmájában elhelyezkedni, ezzel is csökkentve a munkanélküliséget és a fiatalok elvándorlását. A tervek szerint az ügy kapcsán további megbeszélésekre kerül majd sor annak érdekében, hogy az illetékesek megtegyék a szükséges lépéseket. Jogerős ítéletében a legfelsőbb bíróság 30 nappal meghosszabbította Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak a 64 vármegye ifjúsági mozgalom Kézdivásárhelyi és erdélyi elnökének az előzetes letartóztatását, közölte az Ager Press hírügynökség. A két gyanúsított vizsgálati fogságának meghosszabbítását a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség kérte. Mint ismert, Beke István tavaly december 2-a óta van előzetes letartóztatásban. Az ügyészség szerint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom Kézdivásárhelyi elnöke házi készítésű bombát akart felrobbantani a román nemzeti ünnep alkalmából tartott Kézdivásárhelyi rendezvényen. Előzetes letartóztatását január 4-én jogerősen meghosszabbították. Szőcs Zoltánt tavaly december 30-án helyezték 30 napos előzetes letartóztatásba alkotmányos rendelleni cselekedetek elkövetésével, valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésére történő felbújtással gyanúsítják. Továbbra is sokan igénylik az egyszerűsített honosítást Romániában. Ez annak is köszönhető, hogy szeptembertől teljesen ingyenessé vált az okiratfordítás és fénykép készítés is az RMDS által létrehozott Eurotrans alapítvány 19 területi irodájában, amelynek munkatársai a kérelmeket is kitöltik. Férjével és lányával együtt kéri a magyar állampolgárságot Varga Katalin. Gyerek van, gondoljuk, hogy majd később hasznát vehessük. Mivel már testvére még csinálták, és mondják, a gyerekek mentek külföldre is, és hamarabb kaptak munkát, ha na, mondjuk úgy van, hogy na, a román fizetések elég kevés, a gyerekek igényesek, és ebből a célból ugye elmennek, akkor na, gondoljuk, hogy hát, ha jó lesz. Meg mivel magyarok vagyunk, magyarnak tartsuk magunkat. A Szatmár megyei Kisbábonyban eddig viszonylag kevesen kérelmezték az egyszerűsített honosítást. Részben azért, mert a távol eső városba kellett volna utazni az ügyintézésért, másrészt nem volt ingyenes. Kisbábonyban most először van vidéki kiszálláson a honosítási ügyintézéssel foglalkozó Eurotrans alapítvány munkatársa. Erre a napra több mint 30 család kért előjegyzést. A református parókián segítséget is kapnak a kérelmezők.
Lehetőség van arra, hogyha egy házasságlevél vagy egy keresztlevél hiányzik, vagy a családban nem kerül elő, az anyakönyvek alapján kiadott hivatalos igazolása lesz pótolható. Szatmár megye Erdély szinten a második helyen áll az állampolgársági kérelmek leadásában. A leadott kérelmek tekintetében egy komoly ugrást vehettünk észre, mert hogy korábban fizetni kellett ugye minden fordításért, és ez minden családnak akár 120 lejt jelenthetett, amit most már az Eurotransz alapítvány teljes mértékben támogat. A forgalom nem csak az ingyenességnek, hanem a sokkal gyakoribb vidéki fogadónapoknak is köszönhető. Decsian Csolos tegnap konzultált a parlamenti pártokkal a kétfordulós választás visszavezetéséről. A tárgyalások után azt nyilatkozta, nem támogatja egyértelmű parlamenti többség a polgármesterek kétfordulóban történő megválasztását. Ezért a kormány nem kívánja módosítani a választási törvényt sem sürgősségi rendelettel, sem parlamenti felelősségvállalással. Hozzátette, a döntés felelősségét a parlamentnek kell vállalnia. A miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, a pártok többsége nem zárkozik el attól, hogy újra tárgyalják az önkormányzati választások rendszerét, de úgy vélik, hogy ezt csak a tavaszi választások után kellene elkezdeni. Megfagy a zöldség és az árus is. A legtöbb piacon nagy a pangás. Úgy az árusok, mint a vásárlók tekintetében. A termelők szerint télen megy legrosszabbul az üzlet. Bár ezekben a napokban kicsit enyhült az idő, mégiscsak néhány árus van ezen a marosvásárhelyi piacon. Kevés az árus, de kevés a vevő is. Nagyon gyenge az árulás. Nincs olyan nagy hideg, mert bírjuk. Mert falusiak vagyunk, meg vagyunk szokva a hideggel. De nem érdemli meg, hogy jöjjünk a piacokra, hogy áruljunk. Bár nem éri meg, a kispénzért mégis muszáj kijönniük, mondják az árusok. Ám a hideg nem csak a vásárnak, a zöldségeknek is rosszat tesz. Ma jöttem ki, már van, nincs olyan plusz fok van. Hát a hagyma bírja azt szerintem mínusz 5-nél is, de a múrok már megfagy, mínusz 2-nél megfagy a van. A pityokát azért nem is hoztam. A pityoka is megfagy, már mínusz 2-nél megfagy a pityokás. Azok a piacok a forgalmasabbak ilyenkor, ahol van fedett és fűtött tér, illetve azok az árusok, akik kapnak bent helyet. A hideg miatt vagyunk benn, meg mindig érzékenyebb a krumpli, még a hidegre egyéb nem, de a krumpli miatt. Mi baja lesz a krumplinak, hogyha megfagy? Hát elromlik. Feketedik belül, és elromlik. A romlott zöldséget pedig már nem lehet eladni, főleg, ha ez a külsején is látszik. A jegybank által végzett felmérés alapján a legtöbb pénzintézet számításba vette, hogy az első negyed évben módosítani fogja az ingatlan hitelek feltételeit. A fogyasztói hitelek kritériumrendszere azonban várhatóan nem változik. Ezek a tervek ellentétben vannak az euróövezeti államokban működő bankok intézkedéseivel, hiszen az euróövezetben a pénzintézetek könnyítik az ingatlan hitelek feltételeit, a fogyasztói hitelek esetében azonban kissé szigorították a feltételeket. Pénzügyi szakértők szerint a romániai pénzintézetek óvintézkedésként szigorítanák az ingatlan hiteleket, mivel attól tartanak, hogy a parlament el fogja fogadni azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a hitelesek átadják a bankoknak az elzálogosított ingatlanokat, és cserébe nem kell visszafizetniük a felvett kölcsönt. Sajtótájékoztatón mutatta be a Kárpát-medence rangos képzőművészeti eseményei közé sorolt Székelyföldi Grafikai Biennálé negyedik kiadásának pályázati kiírását Kovászna és Hargita megye tanácsa. A megmérettetésre egyaránt várják hazai, illetve nemzetközi művészek jelentkezését. Idéntől egyetlen kategóriában lehet beküldeni pályamunkákat, a digitális reprodukciók feltöltésének határideje március 25-e. A Székelyföldi Grafikai Biennálé 2010-ben jött létre a Gyergyószárhegyi Alkotóközpont és a Kovászna megyei Művelődési Központ kezdeményezésére. Az előző három kiadás számottevő eredményt ért el, hiszen összesen 41 országból több mint 900 pályamunka érkezett. A rendezvény nemzetközi ismertsége pedig évről évre növekedik, ami megmutatkozik a résztvevők számában és származásában is.
az országok száma is nő, akik, ahonnan pályáznak képzőművészek, a művészek száma is nő. Ez azt jelenti, hogy évente, ugye István is említette, megduplázódott a száma, tehát az benevező országokból is, és a művészek száma is. A lényeg az, hogy ez egy nemzetközi verseny, ez grafikai szemlenéven is indult annak idején, tehát ez gyakorlatilag egy keresztmetszetet szeretne adni arról a kortárs grafikáról, ami most itt a 21. században kontűröződik, vagy kialakuló félbe van. A két megye vezetői egyetértenek abban, hogy a biennálé sokat segít Székelyföld megismertetésében, nemzetközi megítélésének javításában. A 4G-nek nevezett 4. székelyföldi grafikai biennálé egy része a székely identitás erősítő rendezvények sorozatának, egy fontos része, beismerem, hiszen az elmúlt évek tapasztalata az, hogy folyamatosan nő azon résztvevők száma, akik fontosnak tartják Japántól Lengyelországig elküldeni, esetleg eljönni, elküldeni a munkájukat, esetleg eljönni erre a rendezvényre. Tehát ebből a szempontból az is fontos, talán egyforma mértékben, hogy ide jöjjenek emberek, hogy tudják, hogy Székelyföldre kell küldjenek munkákat, de ugyanakkor fontos, hogy Székelyföldről ez kisugárzik, hiszen az a lengyel, aki díjat nyer, az a következő grafikai biennálén már önálló kiállítási lehetőséggel bír, és ezt a lehetőséget ki is használják. Székelyföldnek szüksége van minél több pozitív eseményre, amely mindenki elfogad, és mindenki számára értéket jelent. Én azt gondolom, hogy a legjobb nagykövetünk a sport, a kultúra, a tudományok és minden olyan ágazat, amelyben összefogással láthatóvá válik ebben az országban és nemzetközi szinten is, hogy együtt többek vagyunk, többre vagyunk képesek, és ez nem sért senkit sem, sőt, ezt nem kell provokálni, ezt nem kell perelni, ezt nem kell elvitatni, ezzel nem kell tiltakozni. Az alkotók legtöbb 3 művet küldhetnek be elektronikus formában március 25-éig. A pályázatra kizárólag egyéni alkotók, hivatásos képzőművészek és képzőművészeti egyetemi hallgatók jelentkezhetnek. A munkák értékelését nemzetközi hírnévnek örvendő művészettörténészek, egyetemi tanárok és grafikus művészek végzik. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa külön díjat ajánlott fel, amelyet a szakmai zsűri ajánlására ítélnek oda. Zsigmond Barnapár főkonzul elmondta, fontosnak tartja, hogy a modernitásra épülő rangos rendezvényként a biennáli erősbíti Székelyföld nemzetközi hírnevét. A Sepsiszentgyörgyi bemutató tárlat anyagát kiállítják Csíkszeredában is, Hargita megye tanácsának és Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának közös szervezésében. Megjelent a hivatalos közlönyben a dohányzást tiltó jogszabály, és innen számítva 45 napon belül hatályba lép. A törvényt az államfő pénteken hirdette ki. Azt követően, hogy múlt héten az Alkotmánybíróság megállapította, a jogszabály nem ütközik az alaptörvénybe. Az elfogadott jogszabály tiltja a dohányzást minden zárt nyilvános helyen, így az oktatási és az egészségügyi intézményekben, a munkahelyeken, klubokban, éttermekben, illetve a játszótereken és minden más gyerekek számára kialakított helyiségben is. Az elektromos cigaretta használata is tiltott, illetve ezentúl nem lehet szállanként értékesíteni cigarettát és szivart. A jogszabály megengedi a dohányzást a reptereken és a börtönökben, de csak erre a célra kialakított speciális területeken. A törvény megszegése magánszemélyek esetén 100 és 500 lej közötti pénzbírságot, jogi személyek esetén pedig 5000 és 15000 lej közötti büntetést von maga után. Nem történtek váratlan dolgok a román jégkorong bajnokság hétvégén lejátszott hazai mérkőzésein. A Progim könnyedén vette az akadályt a Sportul Studences ellen. A többi mérkőzésen azonban nem a piros-fehérek számára kedvező eredmények születtek. Szombaton és vasárnap mérkőzött a Gyergyószent Miklósi Progim a Sportul Studences csapatával. Az elvárásnak megfelelően mindkét napon fölényes győzelmet arattak a piros-fehérek. Szombaton már az első játékrészben 8 találatot szereztek a gyergyói játékosok, majd következett újabb 8 és végül 7, így 23-0 lett a végeredmény.
Vasárnap az eredmény alapján úgy tűnhet az első harmadban még szoros volt a mérkőzés állása, hiszen 2-1-re vezetett csupán a hazai csapat, de aztán sikerült még 13 találatot szerezni, így 15-1-el ért véget a mérkőzés. A forduló további mérkőzései azonban nem alakultak kedvezően a Progim számára. Brassó 6 pontot szerzett Galac ellen, a Steaua pedig egy mérkőzésen nyert, egyen pedig hosszabbításban maradt alul a csíkszeredai sportklubba szemben, így 4 ponttal gazdagodott. A hétvégén nagyon fontos mérkőzések következnek, a Steaua lesz a Progim ellenfele. Az elmúlt napokban egyébként a magyar bajnokságban szereplő U12-es csapatnak is mérkőzései voltak, Pest Erzsébet csapatát fogadták. A gyergyói gyerekek első mérkőzésüket megnyerték, a második mérkőzésen pedig 2-2 lett a végeredmény. Az U12-es csapatnak holnap újabb 2 találkozón kell helytállnia, majd a hétvégén is mérkőznek. A kategóriás országos amatőr asztali teniszversenyt szerveztek Székelyudvarhelyen, amelyen 96 játékos vett részt az ország minden részéről. Gyergyószent Miklós kitűnő eredményt ért el, hiszen Györfi Szabolcs megszerezte a második helyezést, amely nagyszerű rendületet adhat a gyergyói fiatalabb asztali teniszezőknek is. A Gyergyói Asztali Tenisz Egyesület összesen 9 játékossal nevezett be a versenyre. Összességében elmondható, hogy a székelyudvarhelyi turné nagyon sikeresnek bizonyult, jó alkalom volt arra, hogy a fiatal gyergyói játékosok megmutassák tehetségüket. Costa Márk első pontszerző versenyén megszerezte az első győzelmét, Babics Tamás magabiztosan jutott ki a felső csoportba, míg Simon Róbert 8 győzelem után veszített csak mérkőzést az egyenes kiesésbe. Lássuk még egyszer röviden, melyek voltak a nap fontosabb hírei. Hazugságnak minősítette Árus Zsolt a gyergyószéki SZNT elnökének a szombati tüntetésen elhangzott szavait Bajkó László. Vállalkozók, a megyei tanács képviselői, pedagógusok egyeztettek a szakoktatást érintő tennivalókról. Bemutatták a Székelyföldi Grafikai Biennálé 4. kiadásának kiírását. Nagy arányú győzelmet aratott a Progim, de a Steaua is szerzett pontokat a sportklubbal szemben. Ez volt a napszemle, reklám után a látogatóval folytatjuk, viszontlátásra.